Jó hír Keresztes Ildikó rajongóinak, hogy a február már nem múlik el koncert nélkül. Itt az Óbudai Kulturális Központban 6-án este 8 órától várjuk a rajongókat. Mit ígérsz nekik, Ildi, milyen meglepetéssel készülsz? Hát egyrészt rég nem találkoztunk ilyen formában, élő zenekaros formámban, hogy ezt mondjam, és hát elindult végre az év, az a bizonyos jubileumi év, ami hát nagyon-nagyon sok meglepetést tartogat a rajongóim számára, és az új hallgatóknak is, akár akik látogatnak ide február 6-án az Óbudai Kulturális Központba. Nekem kedves ez a hely, mert nagyon sok színházi előadást is próbáltam már itt, és jártam ide hetekig ugye a próba időszakban. Koncert formájában még nem voltam, vagy ilyen típusú fellépésen itt, ezen a helyen, úgyhogy ez ilyen szempontból is egy premier lesz. A zenész társaim, a megszokottak, akikkel most már lassan 2-3 éve együtt vagyunk. Popper Péter zongorázik, Szűcs János gitározik, Lőrinc Viktor basszusgitározik, és Borbé Zsolti dobol. Épp a minap volt egy zenekari megbeszélésünk, és hát megint egy jó kis bulizásba torkollott, mert én nagyon-nagyon imádom a fiúkat, és imádom a humorukat, és imádom, hogy jó zenészek, és akármilyen rossz kedvünk van így a hétköznapokban, amikor közeledik a buli, meg hát aztán főleg a buli napján, olyankor teljesen, mint hogy mindenki ki volna cserélve, és nem volna semmi konfliktus, minden rózsaszín. Tehát aki egy ízig-vérig rocker lányal és az ő zenekarával szeretne találkozni, ha egy kicsit meg szeretné édesíteni a farsangot, akkor február 6-án csütörtökön este 20 órától várjuk, jegyek már, vagy még kaphatók. Így van. Köszönöm szépen, és hát természetesen nem csak a rockereket hívom, hanem nyilván azt a közönségnek azt a rétegét is, aki azt szereti az ilyen milliót, és bízom benne, hogy fog találni magának olyan kedvenc dalokat, akár a Boldogság gyere hazát, vagy akár olyan lirikusabb dalokat, amiket nagyon-nagyon szeret tőlem. Én azt gondolom, hogy ez egy színes csokor lesz, úgyhogy mindenki meg fogja találni benne azt, ami a kedvére való, és hát remélem, hogy ebben a borongos téli időszakban, amit hát kifejezetten én meg kell, hogy mondjam, hogy utálok legszívesebben, olyan vagyok, mint egy medve, hibernálnék márciusig, és ki sem mennék az utcára. Remélem, hogy egy kicsit megszínesítem, vagy megmelegítem. Csak idáig nehéz az út, itt már nagyon jó lesz a buli, azt tudom ígérni.